Csá! A mai napon, így este van most egyébként, megvettem ezt a Surgeon szimulátort, és jó, bekábeleztem magam, és gondoltam, hogy ezt fölveszem nektek. Aztán megnézzük, hogy mit tud. Jó, eltűnök. Aha. Azt mondja, hogy... Tehát helyezkedjek a kamera elé, várjál, mert ez két move controller is lehet játszani, illetve lehet. Ugye a kontrollerrel is. Na, itt a két kezem. Azt mondja, hogy helyezkedjek ide. Mi ez a járókeret itt? Nagyon alacsonyan vagyok, de mindegy. Azt mondja, good. Jó. Hát brutál jó ez a PlayStation VR. Á, nyomom vele sokat, de hát ugye ez live-ban nem élvezetes, hiszen nem tudok. Na, itt vagyok, nézd meg. Azt mondja, hogy ugye egészen egyszerűen lehet irányítani. Tudunk csippenteni. Mutató ujjunkkal tudunk variálni, illetve az egészet ökölbe tudjuk szorítani. Így. Ott mutatja is. És mindent tudunk variálni, gondolom én. Oh, vegyük ki azt a szemeszt. Hát most ezt figyeld. Úgy. Na ezt figyeld, rajzolok. Mondom, rajzolok. Én mondjuk balkezes vagyok, de mindegy. Miért reszket a kezem? Hát ezt figyelt, hallod? Komolyan mondom, VR-ba rajzolok. Lerajzolok, ez egy portré. Jó nagy fejem van. Na, király lett. Ezt fölbírom venni vajon? Várjál. Csörög a telefon, várj. Nem érdekel bennünket a telefon. A csillárt megütöttem. Na. Átviszem a másik kezembe. Elrigyetek itt. Hol jönnek a betegek? Hát ilyen nincsen. Diazepám, ez mi? Diazepám, ez valami fájdalomcsillapító, nem? Van benne egy szám, 93. Szóval biztos be kell ütni. Most minket ez nem érdekel. 11 óra 54 van, tehát látjátok, hogy... Galacsinok. Azon mi van? Ezen van valami. Mondom, ezen van valami, nem? Na jó, van, kezdjünk egy műtétbe bele, mert sose végzünk. Na, ez a insert disk. A PC-n, amikor én játszottam a nem VR-ral, akkor itt volt valahogy egy floppy lemez. Most itt van valami? Hát ez haláli. Ez komolyan mondom, és már ez... Elígyetek, ide rendet kell itt csinálni, kérem. Doktor, doktor. A doktor, a mester úr. Nagyon doktor. Mindenfizet. Vezeték nélkül. Nézd már! Hát ez őrület. Őrület, fiúk, lányok, ott egy könyv. Na mi ez a könyv? Worlds Adrift. Hát nem, talán ez is egy PSVR játék, ugye? Azt mondja, rá van írva, hogy Real Masterpiece. Na drifteljen innen. Az mi? Várjál, mert ezt nem érzékeli a kamera. Figyeld. Hallod, David Copperfield elmehet a fenébe, én vagyok a mentalista. Na. Fullba szétvertem a villanyt, úgyhogy mostantól sötétbe fogjuk folytatni a bulit. És meg lesz az első műtét. Innentől kezdve nem lesz olyan munkás, mert nem nagyon fog látszani. Ugyanis kicsaptam a villanyt. Hát ilyet hallod. A takarékos izzót. Jó, de várjál. Várjál, megállítjuk a játékot. De csinálunk fényt. Még ilyet. Na, akkor... Ez nem lehet megállítani a játékot? Hát akkor így megállítjuk.
Még ezt a szart. Komolyan. Hát mit kell? Full, ez full kemény. Na mindegy, dugok be egy lámpát. Ezt a jó eget. Na, a VR-nak a veszélyeit most megmutattam. Tehát mindig ellenőrizd, hogy mi hol van. Buktunk egy égőt, gyerekek. Na jó, van, műtsük meg ezt az úriembert. Szei! Ó, várj, összecseréltem a kezeimet. Most megint? Na. Jó van, jó van, jó. Figyelj, jó kezekbe vagy. Hú, doktor úr! Ennyi? Jó van, ne aggódjál, ne aggódjál. Abban mi van? Egy laza szívbűvítéttel fogunk kezdeni. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ezzel meg is vagyunk. Ebben ugye az a nehéz, hogy... ugye össze-vissza csinálod, tehát... nem tudod olyan precízen megfogni. Megpróbálok mindent kiszedni belőle. Mára nem reszkedte, mint az állat, az alkoholista keze. Megpróbáljuk kiszedni a tüdőt. Jó, az nem kell. Ezek a tüdők, ezek nem kellnek, hát szívet műtünk. Ez a máj. Na most... el kell vennünk a szívet. Oké, nyugodj meg. Most mondd, hogy nem látsz. Nem lát a kamera, vagy mi van? Várjál. Nem tudom elvenni. Ott a szív. Ezt ide tesszük addig. Steril biztos. Na most, valahogy... hát nem tudom, gyerekek. Ez mi? Ez fénykard. Ne világíts! Jaj! Ez a lézervágó! Azaz. Na. Közben vágom vele a plafon, mint az állat. Jaj, várjál még, ott azt el kell vágni. Mivel nem lehet elvágni? Nem áll. Nézd már, nagy műtét lesz itt. Nem viszi. Nem viszi, fiúk. Baj van. Szikét. Ó, beleesett a szike. Úristen. Na várjál, nem tudom, hogy hova kéne tennem a kamerát, meg nekem hova kéne állnom, mert... úgy látszik, hogy nem az igazi. Ó, nagyon esik a szaturáció, fiúk. Gyerünk, készítsétek az adrán. Nem, rászkodik a kezem. Jó van, nyugi. Nyugi. Majd a fűrész. Azaz. Ne. Nem már mérezek. Le fogsz merülni, vagy mi van? Ó, már csak a szívet kéne kivenni. Ó, nagyon... jaj, de szerencsétlen vagyok. Hogy mit kell megműteni egyébként? Elrígy már innen, hát. Na még egyszer, nekifutunk és ennyi lesz ez a videó. Picit meg vagyok fázva egyébként. Na. Egy kor történet, egy kor előzmény, tudom. Jó van. Bob. Úgy hívják a beteget, hogy Bob. Na, ezt tudjuk, hogy ezt kikalapáljuk. Jó. Azt a jó eget.
Vészhelyzet, Grace Klinika. Nézitek valamelyiket? Ezt lassan már műthetek is. Hopp, egyszerre kijött a tüdő, ez az. Ott a máj. Kérem. Mondom, ott a máj. Ezt a bénázást, tedd le azt a kalapácsot, fiam. Miért reszket? Nézd meg, reszket. Nem látsz, hogy mi van ezzel? Ja persze, hát szemből jön a fény. Ó, de pancser vagyok. Na így mindjárt más. Még az akkor sem akar kérni. Na innentől kifűrészeljük. Ne már! Ej! És reszket. De eldobom. Volt ez a vágóvacak. Azt nem, nem igaz, hogy nem lehet elvágni. Nem hiszem el. Kell a fűrész. Nem kell a fűrész. Szerintem valahogy nem jól állok, de most már mindegy. Uha! Nem, az nem jó. Nem hiszem el. Brutál murder achievement. Jó, nézzük, hogy mi van még itt. Nem lehet műtétet választani? De biztos lehet valami egyszerűbbet nézzünk már el. Rögtön egy szívműtétet csináljunk már. Jó, egyébként tetszik. Azt mondja, hogy hair transplant surgery. Azt mondja, ki kell venni a szívét. Így, kiveszem a szívét, és beteszem a másikat. Incomplete, Bob. Nem tudunk másikat választani. Mindegy, próbáljuk meg még egyszer. Bobby. Valahogy nem jó valami. Egyébként, tehát így a kézérzékelés. És itt az irodában tök jó volt, de itt ahogy itt vagyok. Mi a fene van? Alja fenébe, valamit megnyomtam. Ezek a hardcore-ok kikapcsolhatják a monitort. 5600. Hát valahogy meg lehet ezt oldani veszteség nélkül. 12-től már éjfél elmúlt, fiúk. Nézd csak, tehát... Aha. Tehát jó vagyok. A Fülöp-szigeteki kézzel gyógyító. Én azt láttam valami YouTube videóban egyszer, hogy kalapáccsal megcsinálta az egészet. Hát akkor hajrá. Nézd már! Tök jó, megfogtam, csak nem jó! Ott már a szekrény van, úgyhogy az nem jó. Hát akkor kénytelenek leszünk ezzel dolgozni. Mi ez? Azt mondjuk nem így kell használni, de... De most ez is megteszi. Közben pakoljuk el a darabokat. Ez a kontár. A lódoktor. Érted? A lódoktor. Orvosi diploma nélkül végzett szívműtétet. Nyitott szívműtétet pláne. Á, most egész jó vagyok. Nem jön ki a vese. Jó, kellene a rohadt fűrész. Ez nagyon veszi neki, mi? Én nem tudok belenyúlni. Hogy kell kivenni ezt a szívet? Miért ez ex? Na. Jó, gyomor ki. 4000-ünk van még, hát tök jó vagyok. Nem, hogy ki tudnánk venni a vesét, de örülnék neki. Kiveszem a vesét, mondok egy mesét. Jó, nem tudjuk kivenni. Na most
rossz szívet, valahogy el kell távolítani. Nem távolodik el a szív. Ez megint kész lesz, nincsenek itt rendes szerszámok. Akkor Bob, hallod, megszívtad. És megállt. No! Ennyi volt a Surgeon Simulator. Videó PlayStation VR-ral. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok mindenféleképpen, és tudatoljátok kommentben, hogy ha szeretnétek még brutális műtéteket látni, megpróbálom megnézni, hogy hogyan kell kivenni ezt a szívet, és utána majd értesítelek benneteket. Nyilvánvalóan lesz még egy videó, ahol csinálok egy szívműtétet, illetve ugye vennem kell egy csillát, és nem szabad elfelejteni, hogy a csillár való itt van. És nézd meg, hogy szétdurrantottam a csillát. Hát ilyet, ez borzalom. Na jó van, jó éjszakát, jó szurkolást nektek. Holnap pedig este 7-kor jövök, és a PlayStation Experience második napjának a előadásait még fogjuk megnézni. Szevasztok! Ott van Bob. Na csá-csá!